Ünnepélyes keretek között átadták és megáldották a Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeumot. A megyeszékhely belvárosában található impozáns épület alapkövét 2020-ban tették le. Az átadón Kocsis Fülöp érsek metropolita azt hangsúlyozta, fontos, hogy az Istenhez tartozást nem csak személyesen, hanem a közösségben is megéljük. Ez erősíti a hitünket. Ez a múzeum, mint mondta, nem a múltról szól, hanem arról a jelenben élő közösségről, amelynek múltja és jövője van. Ez az újonnan fölépített épület, magyar görögkatolikuságunknak kulturális szentélye, a szorgos és kitartó szakmai munkás, nem különben a hitben elkötelezett odaadás eredményeképpen úgy mutat be, hogy közben tanít. Úgy magyaráz, hogy közben nem csak ismereteket ad, hanem erősíti is ezt a hitet, mivel nem csak rólunk emberekről szól, hanem arról a meghívó Istenről, akinek mindezt a gazdagságot köszönhetjük. Dicsérhetjük őseinket, akik ezeket a kincseket ránk hagyták. De elsősorban Istent illeti a dicséret, aki annak idején őket is ennek a színes hitvilágnak a megnyilvánulásaival gazdagította. De azzal dicsérhetjük őseinket, és az őket gazdagító Istenünket leginkább, ha hűségesen átvesszük, hitelesen megéljük, és érthető módon tovább is adjuk ezt a kincstárat. A liturgián részt vett Novák Katalin köztársasági elnök is, aki elmondta, Magyarországon hosszú évek óta az egyházak megerősítése a cél. Ennek érdekében az elmúlt 10 évben 3000 templom újult meg, és közel 200 új templom épült a Kárpát-medencében. 2010 óta több mint duplájára, 112 000-ről 241 000-re nőtt az egyházi iskolákban tanulók száma. Hittanoktatásban pedig 2022-ben 327 000 gyermek vett részt. Az államfő azt hangsúlyozta, az egyházak fontos világító tornyok ebben a modern viharban. Több évezredes tudással rendelkeznek, melyek őrzik a hitet, ami reményt és jövőt adhat az embereknek. A nemzet ereje abban is áll, sőt, talán elsődlegesen abban áll, ha hű marad lelki, szellemi és tárgyi örökségéhez. A magyar államiság egyidős a magyar kereszténységgel. Értékeink, amelyekbe kapaszkodunk és amelyekhez ragaszkodunk csak ebben a keretben, a nemzeti és a keresztény gondolat egymásra hatásában értelmezhetőek. A kereszténység volt az az igazodási pont, amely megőrizte hazánkat a történelem útvesztőiben. Egyházaink azok az intézmények, amelyek menedéket jelentettek és reményt adtak a legnehezebb időkben is, amelyek példaképeket, vezetőket adtak akkor is, amikor erre az állam nem vagy nem az egész országban volt képes. Szabó Irén, a múzeum igazgatója elmondta, a múzeum átadásával egy időben az intézmény állandó kiállítása is megnyílik. Az Ablak az örökké valóságra című tárlaton egyházművészeti alkotásokat, írásos dokumentumokat láthatnak az érdeklődők, melyek mindegyike a görögkatolikus egyház liturgikus életéhez kapcsolódik. Hozzátette, a görögkatolikus múzeum küldetése többek között, hogy a világra nyitott közösségi múzeumként működjön a helyi és a tágabb kulturális életben. Mint mondta, a görögkatolikus értékek még felfedezésre várnak, ebben is nagy szerepet vállal az intézmény. Egyrészt feladata, hogy tematikus múzeumként gyűjtse, megőrizze, kutathatóvá tegye és bemutassa a görögkatolikus egyház különleges tárgyi kultúráját. E területen óriási munka és nagyon sok elvégzendő feladat vár még a múzeum munkatársaira. Mindezt a múzeumi intézményi keretek kialakításával kell párhuzamosan a szakmai feladatokat is egyaránt megoldani. Másrészt a múzeum gyűjtőkörébe tartoznak a Magyarország területén fellelhető keleti keresztény egyházakhoz kapcsolódó tárgyi emlékek. Így került a múzeumunk tulajdonába egy magángyűjtő több mint 250 darabból álló ikonhagyatéka, amelyből most válogatást láthatnak a múzeum megnyitása alkalmából. Magyarország első görögkatolikus múzeuma több funkciós intézmény. Az épületben kiállító és közösségi tereket, raktárakat és restaurátor műhelyt is kialakítottak. A múzeum a napokban a nagyközönség előtt is megnyitja kapuit.